Javában zajlanak az előkészületek a gyulai várkertben. Péntektől kezdődően ugyanis egy év kihagyás után újra, immár 21. alkalommal rendezik meg a körösvölgyi sokadalmat. A közelgő esemény apropóján kedd délelőtt a rondellánál tartottak sajtótájékoztatót. Pál Miklósné a rendezvény történetére tekintett vissza, felidézte a kezdeteket és beszélt arról is, hogy az egykori főszervezők immár hátrébb lépnek. A stafétát átvevő Kocsis Klára hangsúlyozta, az elődök által teremtett hagyományt tovább szeretnék folytatni. A 21. körösvölgyi sokadalmon a népművészet teljes komplexitásában jelenik meg, mint a korábbi években is, a népi kézművesség, a néptánc, a népzene, a népmese programokkal próbáljuk minél szélesebb körben népszerűsíteni a népművészetet, egészen a legfiataloktól a legidősebbek számára kínálunk mindenfajta programot. A Várkertben 9 népművészeti egyesület 100 tagja tart vásárt és mesterségbemutatót. Ezek középpontjában idén a halászat és a vadászat lesz. A teret szokás szerint ellepik majd a táncosok, a legkisebbek mellett a nagyobbak is szerepet kapnak. Idén a Békés-megyei Néptáncosok Szövetsége szervezi a színpadi programokat, mint ahogy korábban is. Nagyon széles spektrumú a programok, változatosak. Határmenti összművészeti fesztiválon nem csak a Békés-megyéből, hanem a délalföldi régióból is érkeznek hozzánk táncosok, népzenészek, népdalénekesek, népdalkörök. A sajtótájékoztatón Kónya István alpolgármester emlékeztetett. A múlt hétvégén az Erkel Társaság koncertjével megkezdődött a nagyobb szabású kulturális programok sora. Mindezek érezhető változást hoznak a városba látogató vendégek számában is. Egyre többen jönnek vissza Gyulára, hiszen a mai nap kapott tájékoztatás alapján el tudom mondani, hogy a hétvégére a gyulai szállás adókat, hogyha egybe vesszük, akkor több mint 90%-os a foglaltság. Tehát azt lehet mondani, hogy foglaltság tekintetében kezdünk visszatérni a 2019-es évre, ami egy óriási lendületet ad, és óriási bátorítást ad mindazoknak, akik szeretnének programot szervezni itt a városban. A sokadalom péntek délután 4 órától látogatható, a programok egészen vasárnap estig tartanak.